Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőcsoportja támogatja a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából címet viselő határozati javaslatot. Támogatjuk ezt a határozati javaslatot, hiszen a magunk részéről nemzeti ellenzéki pártként mi is elismerjük és érdekeltek vagyunk a sokoldalú és gyümölcsöző együttműködés fenntartásával Németország tekintetében. A mi véleményünk is az, hogy meg kell tennünk a szükséges lépéseket a jövőben a politikai, gazdasági, kulturális, oktatási és társadalmi kapcsolatok fejlesztésének irányába, és mi a magunk részéről Németországra ebben a tekintetben stratégiai partnerként tekintünk. Ugyanakkor a határozati javaslatnak van néhány mondata, melyekkel kapcsolatban mindenképpen hangot kell, hogy adjunk fenntartásainknak, kritikáinknak. Idézek innen egy mondatot. Kétoldalú együttműködésünk kiemelt területe az Európai Unió elmélyítése, egy értékalapú, erős, versenyképes, a globális szintéren gazdasági és politikai szempontból is meghatározó szerepet játszó közösség kialakítása és a bővítési folyamat következetes továbbvitele. A magunk részéről határozott álláspontunk az, hogy az Európai Unió további mélyítése sem a német nemzetnek, sem a magyar nemzetnek nem érdeke. Ugyanakkor egy értékalapú, erős Európa iránt mi is elkötelezettek vagyunk, egy olyan Európa iránt, amely a keresztény értékeken nyugszik, és amely a nemzetek Európáját jelenti, nem pedig azt az irányt, amelyet az elmúlt években egyre gyorsabban az Európai Unió, a közösség felvett, nevezetesen a szuperállami berendezkedés irányába tett lépéseket, az Európai Egyesült Államok megteremtődésének irányába ható lépéseket. A mai napon fogunk itt az országgyűlésben szavazni a költségvetési paktumról, vagy Európaktumról, amellyel kapcsolatban szintén jó néhány fórumon hangot adtunk azon véleményünknek, hogy ez egy elfogadhatatlan mértékű újabb beavatkozás a magyar függetlenségbe, nemzeti önrendelkezésünk egy újabb szeletének a feladását jelenti, és nem mellesleg a Magyar Országgyűlés döntési jogkörét is jelentősen szűkíti a költségvetési paktum. Mindemellett el kell, hogy mondjam azt, hogy a Jobbik euroszkeptikus alapállása következtében úgy gondolja, hogy az Európai Unió, a közösség kétes jövője miatt felértékelődnek a bilaterális kapcsolatok az elkövetkezendő időszakban, és így Németország tekintetében mindenképpen érdekeltek vagyunk a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fenntartásában, fejlesztésében, hiszen első számú kereskedelmi partnerünkről van szó. Ugyanakkor azt mindenképpen hozzá kell, hogy tegyem, hogy abban bízunk, hogy Németország beruházásaiban, gondolok itt akár autóipari munkahelyteremtő fejlesztéseiben, mindenképpen a hosszú távú gondolkodásnak a stratégiáját fogja képviselni, a profit visszaforgatásával és a magyar munkaerő kellő megbecsülésével képzeli el ezeket a fejlesztéseit, beruházásait. Ez esetben mi természetesen a magunk részéről, mint nemzeti elkötelezettségű országgyűlési képviselők támogatni tudjuk ezeket a fejlesztéseket. Szót kell ejteni a kultúra, az oktatás, a tudomány, vagy éppen a kutatásfejlesztés területén fennálló együttműködésekről. Ezeknek a fenntartása és továbbvitele is mindenképpen érdeke hazánknak, mint ahogy képviselőtársaim is elmondták a korábbiakban, szintén szót kell ejteni, és a magam részéről üdvözöltem azt, hogy a határozati javaslat külön bekezdést szentelt a hazákban élő német kisebbség híd szerepének, hiszen a mi meggyőződésünk szerint is a magyarországi németség aktív közösségi életével nagyban hozzájárult mind a Németországi Szövetségi Köztársaság, mind Magyarország kultúrájának gazdagításához, gyarapításához, és nagyban hozzájárult a magyarországi németség az elmúlt két évtized során kapcsolataink fejlesztéséhez is.
A városok és régiók közötti partnerségek, az egyesületek, civil szervezetek együttműködése tekintetében szintén egy kulcsfontosságú kérdésre állunk szemben. Pozitív tapasztalatokról beszélhetünk ebben a tekintetben, és a magunk részéről bízunk abban, hogy ezeket tovább tudjuk vinni a jövőben is. Tisztelt Országgyűlés, összegezve a Jobbik frakciójának álláspontját, elmondhatom azt, hogy a német kapcsolatok kiemelt jellegének vonatkozásában egyetértés mutatkozik az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok között, és bár az Európai Unió jövője kapcsán a mi elképzeléseink határozottan, gyökeresen szemben állnak a többi képviselőcsoportnak a véleményével, itt szemben állnak mind a fősodratú magyar politika, mind a fősodratú német politika képviselőinek a véleményével, álláspontjával. Ezt is mérlegre téve azt gondoljuk, hogy a további szoros és széleskörű együttműködés iránti elkötelezettségnek a kinyilvánítása a 20. évforduló alkalmából egy rendkívül fontos dolog, és a Németországgal fennálló és fenntartandó baráti együttműködés, stratégiai partnerség magasabb rendű, fontosabb és nagyobb jelentőséggel bír annál, mint hogy ezt a dolgot mérlegre téve esetleg tartózkodjunk, vagy ne támogassuk ezt a javaslatot, így összességében a Jobbik Magyarországért mozgalom támogatni fogja a határozati javaslatot, igennel fogunk tehát szavazni rá. Köszönöm szépen a figyelmüket!